Nos, srácok, lányok, hölgyek, urak, visszatértem. Folytatjuk a Cyberpunk 2077-et. Remélem, hogy többször nem kell már ilyen trükkökhöz folyamodnom, hogy vissza kell vennem a nehézségi szintet. Már amúgy durva, igen, durva. Tehát a nehéz fokozat, hogy eddig úgy éreztem, hogy a nehéz fokozat annyira nem nehéz. De most azért úgy megmutatta a játék, hogy azért de. Na szóval. 7A, 55, igen. Akkor 7A, 55. Nem tudom kirakni. 7A, 55. BD. Nem tudom kirakni a harmadik adatbányaszt. Várj, most ez hogyan van? 7A, 55. 55 BD. Akkor 7A, 55. Akkor egyik se. Jó, nem tudtam kirakni egyiket se. Kösz még egyszer. Hát, hogyha valami jobbat ad most. 55, 7, igen, 55. Most se adott jobbat. 1C, 1C, 7A. Az jó. 1C, 1C, 7A. Akkor legalább az adatbányász egyet és kettőt. Összeszedtem. Ugyanannyi tér szerintem, mint hogy az adatbányász 3-at összeszedtem volna. Na, akkor becsatlakozok. Na nézzük. Okay, Prim. Online and in the system. Come on out! Hanako's inside. What is she doing? Trying to call someone, I think. Try to listen. Próbálj meg lehallgatni. Do not forget to disarm the alarms. I must be able to enter. 危険だと警告されたの。 織田とも連絡が取れないし、 何か変だわ。 パレードを中止すれば、 弱さを露呈したと思われる。 弱さ? 誰の? あなたの? 俺たちだ。 私が参加したのは、 あくまでもお父様を追悼するため、 操り人形になるためじゃないわ。 この見せ物では、 みんなに役割がある。 美智子は文句を言ってないぞ。 だが、 お前が言うなら中止してもいい。 全部やめだ。 お前の安全が第一だからな。 兄さん、 やり終えましょう。 ありがとう、花子。 せっかくの式典だ。 やり終えなければ悔いが残る。 Girl, all systems jammed. It's now or never. Na hajrá. Hanako-sama. Anata wa? O yurushi wo. Douka hanashi dake demo o kiki kudasai. Saburo-sama wa. Shichi no koto o kuchi ni shinai de. Kore ga ore ni dekiru saigo no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shi nitsuite shinjitsu o akasu koto wa. Hanako-sama, burei o hatarakitake arimasen. Shikashi. V. Ram. Ez volt a nagy terv. Shit! He shot her. Whatever he did, now we're really fucked. Knew we couldn't trust him. What happened to keeping him on his leash? We'd best delta the fuck out of here. Igen. Picsába. You have no right to keep us here. Go fuck yourself. I don't deserve this. Jó. Fel az utcára. Hú! Ez közel volt. Ez volt a nagy terv. B, are you secure? Yeah, for now. Lost your fucking mind? There's no time to explain. We must meet. Where are you? Az hármas egység. An abandoned apartment block on Vine Street. Second floor, number 303. I look okay to you? Knock four times. Hurry. Örülök neki. Hol lehet a kocsim? Állj meg, állj meg, állj meg! Húzás innen! Erre ki meghibásodik, aha. Fasza. Szintlépés az van, oké, meg képességpont is, tök király. Vakák Okada. Ritkán ismerem el a hibáimat, de... Mi de?
de ezúttal kivételt teszek, alábecsültem az eltökéltségüket, a Magáit és Takumarét, csak annyit kérek, hogy ebből az ügyből hagyják ki a nevem, természetesen visszahozni fogom a szívességet. De jó. Tiszta jó. Mi volt ez? Mi volt ez? És őszintén. Na jó, menjünk akkor a technikai adottságra, nem? Na akkor most tekket húzzak, vagy nyugalmat? Kritikus sebzés növeli az összes ellenállást, növeli a lopakodás közbeni sebzést, 500% az ellenség, 3-ban növeli a monoszál sebzését. Minden szintje 500% növeli a páncélomat. Akkor legyen ez. Akkor tekket húzunk. Technikai adottságaimat felhúzzuk. Gépészet. Védőpajzs. Meg ilyenek. Jó. Oké. Lehetővé teszi a ritka tárgyaknak a készítését. Jó, majd az is sorra kerül. Mert majd szerintem nem ártana ruhát is csinálni, vagy ilyen armort, vagy nem tudom minek nevezzük. Mert emlékeim szerint olvastam valami ilyesmiket, igen, hogyha saját ruhát hordok, akkor mit tudom én hány százalékkal jobb, meg ilyenek. És innentől kezdve nem leszünk most már Glasscannonok, Glasskiberverek. Nem, egy kicsit máshogy fogjuk csinálni. Jó, mentsünk egyet. Utcai hírnév azért növekedett. Azért betörés protokollt azért csinálgatom. Ez mindig nem az. El az a szint. De jó sötét ez a hely. Egy. Ikkor ismét. Jó, tehát annyira menekültünk, hogy időközben én nem vettem. Elfelejtettem nézni, illetve elfelejtettem hallgatni, hogy mit mondott. Hogy hányat kell kopogni. Na mindegy. Akkor nem egyet kell kopogni, bocsánat. Igen, ez az, amikor az ember figyelmetlen. Mert így annyira fölpörgött így az eleje, hogy... Tehát jó, ez egy kicsit ugye engem is ugye meglepett, most nem az ajtónak a robbantás, hanem az, hogy Takemura így ezt csinálta. Tehát ő most kvázi ellopta, elrabolta. És hát így, na. Azért ezzel úgy vagyok, hogy... Erre azért én sem számítottam még. Legyen 4. Ezek szerint nem. Nem, jó, 4 volt. Elmondaná, hogy a faszba képzelt ezt az egészet? I used the sedative. Jó, azt én értettem, azt tudom, azt láttam. I had no choice. I offered her some tea. You kidnap Hanako Arasaka and offer her a cup of fucking tea? Yes, she respectfully declined. Tell her the truth about Yorinobu. No embellishment. And state your terms clearly. Perhaps to you. She will listen. Kösz. Az erekén meg közben kinyír engem. Hanako-sama, 彼女が例の人物です. どうか話を聞いてあげてください. Jó céges, nagyon sajnálom, hogy ilyen körülmények között kell találkoznunk. Sorry that we have to speak under such circumstances. That is the second time today I have heard that. Maga a bátya az igazi. Nem, ott volt, amikor Saburo meghalt. I was there that night at Konpeki Plaza. I saw Saburo Arasaka die. He wasn't poisoned.
It's a lie your brother made up and spread. Yorinobu is the murderer. You must be mad to think I will listen to such nonsense. Céges, nehéz elhinni, tudom, de szeretnék egy ajánlatot tenni. Look, I know it's a lot to take in, let alone believe. Also know you're an honorable person, worthy of trust. And that's why I want to make you an offer. You? Make me an offer? The relic your brother tried to hawk off to Netwatch is in my head. Right now. Took a bullet to the brain, but the tech on the chip saved me. Now, it's slowly killing me. One of your personality constructs, engrams. It's overriding my psyche. Gotta stop the process before it's too late. Know you got the means to help me. Hanako-sama, V is living proof of the terrible crime your brother committed. We can confirm every word she speaks if only you will help her with the relic. Hanako-sama. Did you hear that? Go and check. Nem tetszik az nekem. Got a bad feeling about this. They have found us! Damn it! Gondoltam, lebújok, de ezek szerint nem. Get the fuck out of here! Takamura! Can't leave him back there! Forget him, guy's toast! Unless you want to wind up like him. Keep low on I-360, they're in the hall! Jó van, csak hadd bújjak már le. De hadd szedjek egy kis pénzt. BD-vel tudok kezdeni. BD 1C. Nem jó, akkor 1C 1C. Akkor 1C 1C. Nincs L9 a közelébe. De van 1C 1C L9, jó. L9. 55. Kis betörés protokoll. Hát így. Kaptok fertőzést. És az tovább terjed mindenkire. Bocsi. Nem lehet összedni tőle semmit, vagy hát még túl távol van. Nézzünk ide is a betörés protokolt. Hát a fertőzés. Sokat sebződik. Shoot!
elkapom a túlmelegedést, mert ezek szerint itt egy hacker is van. Ó, van egy ellenfél, egy ellenfelet akarok. Hogy körülmenjen a fertőzés. Nem halott, csak elájult. Elvileg. Jó, így. Közben adatbányászunk akkor. 55. 1C. Nem jó. Egy C. Ott van. 55, egy CBD. Itt van. Jó, epikus gyors hack összetevő, meg legendás gyors hack összetevő. Nagyon helyes. Még nem töltődött vissza a fertőzés. Majd azt mindjárt megfertőzöm. Au. Csak egy picit kéne rálátnom az emberkére. Még mindig nincs elegendő ramom. Az úgy gáz. Tehát hogyha meg vagyok fertőzve, akkor nem töltődik a ramom? Vagy mi a helyzet? Nincs kizárva. Nem töltődik a ramom. Ez úgy érdekes. Jó, hát akkor ki kell innen magamat verekedni. 55, 1C. 55. L9-en nem tudok kezdeni. Akkor ennyi. Au. Bocsi, srácok. Semmi személyes. Jó, kettőnek annyi. Go, go, go! Jó, van, megy ez. Bocs, haver. Semmi személyes. Köszönöm. Maradsz. Te is ott maradsz. Jó, gyors sötét van, nem lehet látni semmit. Ó, hát ez kellemetlen. This is very bad. Tudom. Amúgy ezt kimondta. Hát akkor a többi cuccot nem tudom kiszedni. Sem lehet menteni se. De legalább kijutottam.
Not now. Come on, gotta get the fuck out of the city. Ja, még mindig meg van hibásodva az erekje. Think they make these motels especially for royal fuck-ups like us? AC's busted, dirty needles under the mattress, shitters clogged. No, for real. Who fucking comes here to sleep? We're a couple miles outside Night City. Someone leaving town just keeps driving. Somebody going there sleeps in the damn city. What good's a motel in the middle of nowhere? I'll tell you who sleeps here. De nem mondok semmit. Fucking losers, that's who. Fuck! How the tables have turned. Johnny, for crying out! Now we're the ones sitting around waiting for Sokka assault squads to storm in. Anyone knocks, blast the fucking door. No warning. Not keen on us ending up like Takamura. Hear that? Car. At this hour, in this place? Fuck. Just one? Finger on the trick, V. Szóval mindenkit lőjek le. Kivéve Viktort, Mistyt, Jackie-nek az anyját. I have a message for V. Don't touch that door. Most már mindegy. Time to wake up. Who's there? I said, who's there? Oh, want the whole motel to hear, or will you let me in? Ne próbálkozz semmivel. Don't try anything. Finally. Ugh. That on the wall, is that blood? Yeah. Knock the last star off this dump. So, you saying, got a message? Sitting right here. It'll start soon. Me. What'll start? It's a doll. Or a proxy. Egy közvetítő, igen. Egy közvetítő baba. I must make one thing clear. I still think you are mad, but... Hanako? That you? But I can fool myself no longer. I believe you. Köszönöm, végre valaki. Hogy talált meg? How'd you find me? Did you really think it would be enough to leave the city? Takamura mentioned he had placed a tracker on you. Yet even had he not, when Arasaka wishes to find someone, it finds them. Porcelain bitch. Jó, céges, rendkívül nehéz lehet az ön számára. I'm sorry. No, this must be difficult for you. Painful. So much so that I could not look the truth in the eye. What happens now? Yorinobu planted a tanto in the corporation's very heart. I must act while the wound is fresh. And you will help me. You are living proof of his crime and treason. Jó, segítsünk akkor egymásnak, jó? Perhaps I did not speak clearly. We must act quickly. Well, I'm pretty tight on time too. Dying, in fact. My dead body'd make for a pretty lame-ass witness. I understand. Want to know everything you know about Mikoshi? Mikoshi? One of my father's flagship projects. A data fortress with servers situated on orbital stations all around Earth. Think of it as an archive of personality constructs, digitized psyches. Try a prison. A matter of perspective. In any case, that is not where you will find salvation. Not without extensive knowledge of the relic and the construct creation procedure. Megtartom Helmont
Megvan az erekének a tervrajza. Track down your runaway. Helmand was hiding under King Tao's wing. We chatted. Think sooner or later the Ingram will completely consume me. Process can't be stopped. A surprisingly deterministic conclusion for a man of science. At the very least, got my hands on the relic schematics. Got detailed information about its inner workings, project tech documentation. All useful. Even more so, given that Helmand is still alive. I will contact him and explain that one does not leave Arasaka by the back door. Jó, meg Alttal is beszéltünk. Managed to make contact with Alt Cunningham. The Cunningham? The very same who invented Soulkiller, using her own modified version now. That should be more than useful. That's about the extent of what we got. What now? Let us meet in person. At Ambra's, in the city center. It is discreet. Just remember one thing. From now on, we both must exercise extreme caution. Az a középső nevem. Óvatosság. Csak mindig lebukom. Tehát most, na. Well, that's my job done. Kösz. What? Think I'd have rather had a wave of Sokka meets Barton here. Megvan, amit akartunk. All we wanted. Don't tell me that proxy got to you. Fuck you. Come on, think about it. Yesterday, Hanako was living in a world that was completely safe for her. Know what she got on her hands now? Foreign city, a homicidal brother, and a fucking thief. It's why she sent a proxy. She's alone. And she is shitting herself more than we are. We are Johnny. Clink. What? Did you say clink? Mm-hmm. Sound of her attaching her leash. No, de vibrál már a izé is, térképünk. Már egy picit. Hogy nézünk ki? Tudom, hogy egyre szarabbul, de hogy itt kb. Mennyire. Jó, annyira nem vészes. Azt hittem sokkal rosszabb lesz a helyzet. Újra itt, még több infó van az Arasakára. Got a few more words about the porcelain cunt. Fuck! Oh shit. Get ready. Fuck. De jó. Johnny! You ain't dying yet. I got you. Már kezdődik, már a bal kezünk már kezd átalakulni. Legalábbis a tudati szinten. Johnny! That smells the sea breeze. Get up. Pacific's beautiful this time of day. Almost flatlined by that attack. Almost. Az óceán. Hard to take my eyes off it. De amúgy hol vagyunk? We in Pacifica? What's this building? Old hotel, the Pistis Sophia. We're her sole guests right now. Wanted to show you something. Come on. Láttam Missy gyógyszerét a kezemben. Pseudo-endotrizin in her hand. Can't very well function in this body without it, right? Got this strange impression your comatose self wanted to get rid of me. Actually put up a good fight. Be akartad venni a pirulát? Did you want to pop the pill?
Cooler Chrome. If I'd wanted full control, I'd have taken it already. Lots earlier. Ez így nagyon hosszú lesz. Kétségeit támadtak. Just when you were gonna drop them, your conscience poked you in the gut. So Johnny Silverhand's got a conscience after all. Christ, can we just drop it? Climb through the window. Can manage that, I think. Miért, mi van itt? Uff. You wanted to know why I brought you here. There's a hidey hole where I'm standing. Open it. Empty it. Hadd nézzem, mi van itt. These yours? They were. Belong to you now. Mexikói konfliktus. 50 years back. Mexican conflict. When I was a young piss brain like you, I enlisted with a corp army. Was in Mexico when I realized that no matter the conflict, corps always win. Ordinary people always lose. So that the truth you decided to reveal in song? Well, deserted first. Wound up here, locked in this room. Laid in bed, staring at the ceiling fan for a good month. I wouldn't mind lying down right now, watching a fan until the end of time. It's why I brought you here. Wasting days, weeks. That's the step I want you to skip. Why are you giving me these? Imagine we're deployed together, fighting in a war, side by side. Would you take a bullet for me? Nem is tudom. I don't know. Főleg, hogy csak egy program vagy, tehát most így hülye a kérdés. Dumbass question. Yes or no? Akkor igen. I would. Yeah. Tags belong to a man who sacrificed his life for mine in Mexico. Been thinking about our predicament. Wanna be clear? I will do you no wrong. When the time comes, it'll be my life for yours. I'll agree to get white. Tags are proof of my promise. Ja, hát igen, mert a test az mindig is az enyém lesz. Most oké, okay, értem én. I guess, but you can't really give me something I already have. Body's mine. Always has been. It is my decision. Not Let's not talk on it anymore for now, okay? Oké, értem, hogy kedves akarsz lenni meg minden, de nem. Mindent megteszek a túlélésemért, úgyhogy igen. Even if I have to get my hands dirty. Listen, you'll do what you think's right. You're in charge here. Just got one request. Well? Adam Smasher. Fucker who got the better of me. Whatever happens to me, I want him zero, gone, tossed into the wind as mulch. Hirtelen emlékszel Smasherre? Seriously, Smasher. He suddenly comes to mind. Last time we saw him, didn't have a chance to say hello. That's why we gotta find him. Finally end this. Na, de nem fogom én kockáztatni az életemet, úgyhogy bocs, de nem. To satisfy some revenge fantasy. Majd meglátjuk. No risk involved. Rogue will have your back. Ja, persze. It's important to me. And it's just as important for her. Szóval mondjuk el mindent Rogue-nak. So I gotta tell Rogue everything? Think I'd better do that. Handle it personally. You'll drop the pills from Misty, and I'll steer the ship for a bit. Not at all excited about this plan. Realize that, right? Just gonna have a quick chat with Rogue about Smasher. Then I'm out. I promise. Szóval Hellman-nek igaza volt.
Hellman said you'd do this. Make a power grab or pitch for control. Anders Hellman. And just what has he ever done to help you? Adott a tervet. Not help, but he doesn't hurt me. Csak látom, hogy mit csinálsz. Convenient cover. For what? Me seizing control of your body at long last? Or some gonk-ass suicide plan to attack Arasaka again. Know you pretty damn well at this point, Johnny. For the last time, no secret plan. Mondd el, mi a terved. Need to know exactly what you plan to do. I'll tell Rogue the truth. See if she's willing to help. Hey, just busted out of Soul Prison. Check out my new ass. All I gotta do is mention Smasher. Serve him up on a platter. Muse over the old days. Easy. Mom. No. Refuse to let you manipulate me again. Huh. Not working, is it? Afraid not. This discussion's over. Fine, I get it. Should you change your mind, give me a lift to the afterlife. Feeling better. Should get going. Still feel a sharp something near your heart. Doubt that's ever going away. The hotel Pista Sophia. Is that right? Mm-hmm. Good place to die. Just not today. Találkozz Hanakóval az Embersben. Jó. Bocsi, de... Tehát most, oké, én értem, hogy mire akar kiukadni a játék. Oké, értem, hogy valami érzelmes szál akarna ott kibontakozni. Meg ilyenek, de... Most kicsit gondoljunk már bele, tehát most egy tök ismeretlen, nem annyira ismeretlen, de egy V nevezetű hölgy vagyunk, aki így hirtelen elkezd Johnny Silverhandként pofázni 50 évvel később. Nem. Tehát így oké, értem én, hogy elhinné róg, valószínű, de nem. Tehát olyan hülyeségnek hangzik ez így. Próbálok céges aggyal gondolkodni, úgyhogy nem. Irány az Embers. Tehát ez így egy hülyeségnek tartom én ezt. Hogy odaadni a testemet, azt a persze, majd oda megy, meg nosztalgiázunk, meg ilyesmi. Nem, hogyha most cégesként és logikusan gondolkodok, akkor nem. Akkor ezt nem. Ha érzelmesen gondolkodnék, akkor persze azt mondanám, hogy nesze, akkor itt van. Akkor csinálnánk olyat, mint a Ghostban Whoopi Goldberg, hogy odaadta a testét. De most nem. Teleg? Ahonnan nincs visszatérés. Elérted a pontot, ahonnan már nincs visszatérés. Amint belépsz az étterembe, minden nem teljesített mellékületés és egyéb tevékenység, például a melók, le lesznek tiltva, amíg az összes főmelót be nem fejezed. Ha még van el nem intézett ügyed, rendezz el, mielőtt Hanakóval találkozol. Végjáték következik, tiszta jó. Játékmentése. Így, né? És akkor induljunk. Uno momento. 147-es a súlyom. Akkor nem. Egy pillanat türelmet. Hazamegyek, lepakolok. Hazamegyünk, lepakolunk, jó? Aztán majd utána. Jó, most kíváncsi vagyok, mert a Witcher 3-ban is amúgy ez volt, hogy amikor ugye elmentünk Siriért, akkor ott is ugye kiírta ezt a játék, hogy nem sokára véget ér a játék, aztán ahhoz képest még volt hátra 5 óra. Most kíváncsi leszek ebből, hogy mi merre hány méter. Mármint a fősztori szálból, de hogy értitek. És ott is ugye az volt, hogyha mondjuk így elindítottad a fősztori szállat, akkor bizonyos mellékületések azokat így kiírt a rendszer, hogy bukó. Most kíváncsi leszek, hogy mik azok a mellékületések, amik bukóvá válnak, hogyha úgy alakul. Aztán itt az idő, hogy a kék csúzlikat magamnál tartsam. Így, egy kék pisztolyt, meg egy kék gépkarabét. És elszúrtam. Az már katona, öcsém. Jó, meg át kéne néznem a ruháimat is.
21-es páncél, akkor ez jöhet. 75,8 idet páncél. Az igen. 78,9. Johnny újatlan pólója. Az igen. 34. 47. Kicsit furán nézünk ide, semmi gond, semmi gond. Jó, és akkor minden más meg kipakolok. Azokat a ruhákat, amik nincsenek rajtam. Oké. Bízok benne, hogy Johnnynak az újatlan pólója az még marad, igen, rajtam ad. Dökcidő a nélkül ugyanolyan, mint bármelyik rajongói ink. Ebben mik vannak bepakolva? Robbanás, sebzés, csökkentés, páncél. Ruházat, módosítás. Rakjak bele páncélt? Nem tudom, ebből mennyi van nekem. Jó, egyelőre hagyjuk így, nem tudom, hogy cipőben mi van berakva. Esésnek a csökkentése. 8 esés, sebzés, csökkentés. Úgy. Jó, meg akkor szintlépés. Akkor menjen a tekre, azt mondom. Szabad képességpontoknál meg fogalmam sincs. Jó, egyelőre maradjunk így, aztán majd kiderül, hogy hova kell majd esetleg pakolni. Egyáltalán kell még pakolnom valahova. Egy. Pakold már a kezeidet, köszönöm. No. Hát akkor nincs más hátra, mint hogy akkor irány előre. Ezek szerint jön a végkifejlet. Ezek szerint három felvonásos a történet. Tehát, hogy van a bevezetés, három felvonás, meg ugye volt Johnnynak ez a két visszaemlékezős története eddig. De majd mindjárt kiderül. Jó, igen, igen, tiszta vagyok vele, köszönöm. Oké, na menjünk. Embers. God, I feel sick. Don't like this at all. This nekem se. Bitch is the worst kind of news. Nyugi, majd figyelek. No, I'll be careful. Not exactly one of your strong suits. Listen, first sign of trouble, eat Delta. Az nem, ne te döntsd el. És miért csökken az állóképességem? Folyamatosan csökken az állóképességem. She emptied the place. Shit. Hello. Excellent. You have come. Céges, meghajolok, köszönöm, hogy találkozik velem. Thanks for meeting me. Of course, V. And I thank you. Before we discuss details, I feel I owe you an explanation. I must tell you why I changed my mind and wish to help. Weren't sure of anything. If you could trust me, if your Nobu'd killed your father. No? I knew. From the start. You knew? Persze, mert ő áll az egész mögött. All the board members knew. Not one soul even slightly interested in the matter believed in the poisoning. Details were disparate, inconsistent. De nem tett senki semmit az ügyben, de miért? You knew, but didn't do a thing about it. Why? Suddenly sprout a conscience just yesterday? My father had flaws. I know this. I harbor no illusions about it. When a foe needed removal, my father ordered it without a thought to mercy. A way of being Yorinobu could not abide. But to my father, ends ever justified means. Saburo Arasaka has always valued just one thing. Do you know what it is? Hatalom, család, vállalat, fogalmam sincs, beszéljünk a munkáról. Család? Ties that bind.
Yes, family. I was to be its heart, to uphold life, ensure continuity, stability, never to oppose it. Huh? Guess Yorinobu's instructions were a little different? Yorinobu raised his hand against our father, but he is an Arasaka. He is family. I do not expect you to understand. I wish you merely to know I do not oppose my brother willingly. That it is difficult. Nem mondtad el, hogy miért gondoltad meg magadat. He's your brother. It's been hard, it'll be hard. Let's say I get that. But what changed your mind? We received a warning during the parade. Security protocols were violated. The first doubts sprouted then. They grew yet greater in your hideout, when my brother's assault group arrived not to rescue, but to kill. Yorinobu was just plain willing to sacrifice you. My father was right about my brother. He never cared for us. I was brought up to be the heart of the family. It is time for the Arasakas to listen to their heart. It will bring justice. Did you bring Soul Killer? As we agreed, you finger would. On the trigger. Don't say a word. Idegesíti valami? Seem on edge? Something got you spooked? I don't know. Three times now, that AB has flown by. Think someone might have tailed you? We must not get distracted. Did you bring Soul Killer? Take me for a fool? Think I'd fall for that? Got plans to walk out of here alive. Had I any ill intentions, I would have chosen a site far more discreet than this. We are here because I know how to save your life. I can lead you to Mikoshi. Meaning, Mikoshi don't exist in real space. Yet its access points do, and one is very near. Where? Here in Night City, beneath Arasaka Tower. We ought to leave. Right now. Okay, hát hallgassuk meg. Wanna leave? What gave you that idea? Quit butting in so I can hear her out. This is gonna be a disaster. Sit. We have little time. És a segítségé cserébe mit akarsz? Mit kérsz? And you'll help me in exchange for... my brother. You catch a whiff of that? Smells like shit. Careful not to step in it. He must be made to take responsibility for his deeds. Felelősség? El szeretnéd tenni láb alól? Just say it. Be easier that way. I want him punished. Still vague. You want him dead. I want the Arasaka Corporation to know the truth. How you plan to do this? Yorinobu. Hanako-sama, sorosoro go jitaku ni o modori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu will soon call a meeting of the board. Representatives of all factions are expected to attend. The perfect moment for them to learn the circumstances of my father's death. I will get you into this meeting, and you will testify against my brother. Testify. Listen, mind if I'm straight with you? Help me get rid of Yorinobu. I will help you get rid of the construct. És ha működik, öné lesz a trón? Let's assume it works. Then what? You take the Arasaka throne? Where would you get that idea? Figured it as a given. Besides, Takamura said you were supposed to step in for Yorinobu here in Night City. Everyone must know their place, V. That is a fact my brother has never understood. I know my place, and I have no wish to change it. Céges, én is tudom a helyem. Know my place too. Know exactly where I came from. Maybe, once it's all said and done, I'll find my way back there. Perhaps, if you can prove your value. Csökken az önállóképesség.
So? Kockázatosnak tűnik amúgy. Want me to throw Yorinobu under the bus in front of Arasaka top brass? Call me crazy, but that sounds like fucking suicide. This I know. And that is why we will take all the necessary precautions. Like, such as? You will see. Hát nem nagyon tetszik amúgy. Don't like this at all. Sounds like you want to use me. No. I simply offer you an opportunity. Not the first to try. But what if I am the last? You cannot take that chance. Ja, az a hülye izé ki fog nyírni engem. Are you well? Yeah, it's just, You are bleeding. Fuck. It seems you are running out of time. Igen. Don't delay. Make your decision. Meglátjuk. I'll think it over. You could use some air right now. Jó. Menjünk ki, mielőtt itt ide hányok, vagy bármi.